Örökbe fogadták újabb óvoda kapott játékokat a fejlesztési programban. Befejezésre várnak, további segítséget kér az autista alapítvány a támfal megépítéséhez. Váltás, szerződést bontott a DVTK Feckó Tamással, a vezetőedzőt a Nyitráról érkező Geri Gergely váltotta. Jó estét kívánok! 2020. december 8-án kedden, 18 óra van, kezdődik a híradó, jönnek a részletek. Újabb miskolci óvoda vásárolhatott játékokat a Fogadj Örökbe egy óvodaudvar nevű kezdeményezésnek köszönhetően. A program lényege, hogy az intézményeknek helyi vállalkozók és civilek segítenek új eszközöket beszerezni. A kezdeményezés idén ősszel indult, azóta 7 óvoda kapott játékokat. Hétfőn délután a napraforgó óvoda Petneházi úti tagintézményében adták át azokat az eszközöket, amelyeket egy helyi építési vállalkozó segítségével vásároltak. Összeszerelve várja a gyerekeket a legújabb játék a miskolci napraforgó óvoda Petneházi úti intézményében. A mászóket egy miskolci vállalkozó támogatásával szerezte be az OVI. Ez az okos kocka fejlesztő család, vizuális észlelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás, számolás, anyanyelvi fejlesztésre. A kinti játék mellett talán ennek a kockának örültek a legjobban a pedagógusok. A Fogadj Örökbe egy óvodaudvar című kezdeményezés részeként az intézmény 800 ezer forintot kapott egy helyi építőipari vállalkozótól. Az óvodai játékeszközeink mind fejlesztésre szorulnak, illetve bővíteni kellett az állományt, hiszen a gyerekek a mindennapjainak a nagyon nagy részét töltik az udvaron, és az ő egészséges fejlődésükhöz ez nagyban hozzájárul. A kezdeményezést Hegedűs Andrea önkormányzati képviselő indította ősszel, azóta már 7 óvoda kapott új felszerelést. A képviselő célja, hogy 2 éven belül minden önkormányzati intézmény támogatáshoz jusson. Annak érdekében, hogy a leamortizált óvodaudvarok és játszóeszközök megújulhassanak, jött létre ez a program, vagyis a Fogadjon Örökbe egy óvodaudvart. Ennek köszönhetően, miután sikeresnek mondhatom ezt a programot, 7 óvoda, plusz már ezen a héten a 8. óvoda kapott fel ajánlást. A kezdeményezéshez nem csak vállalkozók és cégek csatlakozhatnak, az óvodák szívesen fogadják bárki felajánlását. További segítséget és önkénteseket vár a Miskolci Autista Alapítvány, hogy elkészülhessen a Csermőkei úton található épület támfala. Erre azért van szükség, mert a sok eső az évek alatt rámosta a domboldalt a szálláshelyre, így pedig az épület veszélyessé vált. Az elmúlt időszakban több akció is indult az alapítvány segítésére önkéntesekkel, a többi közt a városvezetés, DVTK szurkolók, cserkészek és középiskolások is közreműködtek az építkezésben, amihez viszont úgy tűnik, hogy még bőven elkél a támogatás. Hozzám elítsz még ilyen spirálokat, ott van. Jó. Horganyzott anyagból speciális kosarakat szereltek kedden az alapítvány munkatársai. Az elkészült tárolókat egymásra rakják, rögzítik is a jelentkező önkéntesek, megtöltik majd kövekkel, hogy ne tudjon tovább omlani a domboldal. A több mint 3 méter magas támfal nagy esőzések idején fogja megvédeni a sártól és a lezúduló víztől több mint 20 autista fiatal szálláshelyét. Az épület melletti rézsű évekkel ezelőtt a sok eső miatt csúszott meg. Ezért tavaly belekezdtek egy védőfal építésbe, de időközben elfogyott a munkákra szánt pénz, és azóta támogatókat keresnek. A múlt pénteki alkalommal a jezsuita gimnázium cserkészei jöttek el, és annyian jelentkeztek, meglepődtem erre a segítő napra, hogy egy másik alkalmat is szervezünk, ami most pénteken lesz. Már a szakképzési centrumokból, már több iskolából is jelezték a szándékukat, illetve más felajánlások is érkeztek, hát természetesen cserkészek is lesznek. A támfal építésénél egyszerre akár 40-en is dolgozhatnak, de a munkákhoz rakodó és földmunkagépekre is szükség lenne. Ehhez még várják a segítséget. Az alapítvány a támfal építése mellett szeretné a gondozottak játszóterét is bővíteni, amihez viszont már a pénzük is megvan. Az itt lakó fiataljén kinőtték a játszóteret, már a létszám szükségesé teszi, hogy bővítsük ezt a meglévő játszóteret, és
ugye nyertünk pályázati forrást az új játszótérre, de annak feltétele, hogy a mellette lévő támfal rézsű megtámasztásra kerüljön, és utána, hogyha az megtörtént, akkor tudjuk a játszótér bővítést is folytatni, vagy elkezdeni pontosabban. Az alapítvány műszaki vezetője úgy látja, ha folyamatosan kapnak segítséget, akkor a támfal építését februárra be tudják fejezni, és a tereprendezés, valamint a vízelvezetés után májusig határidőre megépíthetik a játszóteret is. Szorosabbra fűzte kapcsolatát a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kormányhivatal és a megyei önkormányzat. Az együttműködési megállapodást Alakszai Zoltán kormány megbízott és Bánné Gál Boglárka a megyei önkormányzat elnöke írta alá a kormányhivatalban. Az eseményen elhangzott, bár az államigazgatásban a két szervezet különböző feladatokat lát el, a cél közös, ez pedig nem más, mint a megye lakosságának a szolgálata. A tervek szerint a jövőben a hivatal és az önkormányzat szorosabban együttműködne a joggyakorlásban, az álláskeresők segítésében és a településekkel való kapcsolattartásban is. A mindennapi munkánk során szerepünk ennek az együttműködésnek. Nagyon konkrét helyzetekben érvényt szerezni. Érvényt szerezni az információ áramlás, a különböző rendezvények, kapcsolattartás, a megye településeivel való kapcsolattartás, az egyes szakmai kérdések tekintetében, illetve azoknak a kihívásoknak a kezelésének a tekintetében, amelyekkel itt Borsod-Abaúj-Zemplén megyében szembenézünk. Egyetlen telefonhívással akár több millió forintot is képesek kicsalni az úgynevezett unokázós csalók. Az idős embereket kifosztó bűnözők gyakran azzal keresik fel áldozataikat, hogy valamelyik hozzátartozójuk balesetet szenvedett és azonnal pénzre van szüksége. A rendőrség az ünnepek közelettével most erre a módszerre hívja fel az idősek és hozzátartozóik figyelmét. Ennek érdekében pedig egy külön videó összeállítást is készítettek. Elhívott egy illető, hogy hát a unokám, hogy karambolozott. A fiamra hivatkoznak, hogy 1,5 millió forintot kellene fizetni, mert ő volt a hibás. Ezeket a telefonhívásokat a 112-es segélyhívó központban rögzítették Miskolcon. Az unokázós csalók ehhez hasonló mesékkel próbálják átverni a gyanútlan időseket. Ezt az összeállítást a rendőrség a napokban tette közzé, hogy az ünnepek közelettével felhívják a figyelmet a csalóknak erre a módszerére. Itt gyakorlatilag különböző hangfelvételeket vágtunk össze, és itt a majdnem sértettek telefonáltak be is, tolmácsolták számunkra, hogy milyenféle és fajta módszerekkel, vagy milyen indokkal próbálták őket becsapni. Rendőrök rohamozták meg a kocsit, amiben a három ózdi csaló ült. A férfiak feltett kézzel adták meg magukat. A csalók augusztusban több mint 2 millió forintot csaltak ki egy 82 éves asszonytól. Nem tudom, hogy miért minket szúrtak ki ilyen dologgal, csak a lényeg az, hogy jól megcsinálták olyan értelemben, hogy hát én tőlem sikerül kicsikarni a pénzt. Őt is azzal csapták be, mint a legtöbb idős embert. Híradónknak az asszony mesélte el, mi történt. Nagyon megsérült a kocsija, és ezért kellene a pénz, hogy besegítsen a fizetésébe. Ősszel egy miskolci pénztáros akadályozott meg egy idős asszonyt abban, hogy elutaljon egy idegennek 1 millió forintot. Neki vált gyanússá a londoni számlaszám, ezért azonnal szólt a rendőröknek. A rendőrség szerint az ünnepek közelettével a bűnözők aktívabbak, ezért is fontos, hogy ilyenkor még többet beszéljenek a csalóknak erről a módszeréről. Rendőrök előtt driftelt, azaz csúsztatta az autóját egy sofőr a Petőfi térnél. A szabálytalan manővert a kereszteződésnél várakozó rendőrautóból rögzítették. A merészen kanyarodó autós ezzel saját és a környezetében közlekedő képességét is veszélyeztette. A rendőrök a driftelő férfit ezután megállították és megbírságolták. Ezzel a úgynevezett driftelős közlekedésével nem csak saját maga életét, egészségét veszélyeztette, hanem közlekedő társait is. Ennek a kockázatára nem hiszem, hogy külön fel kellene hívni a figyelmet, hiszen mindenki látja, hogy ez milyen veszéllyel járhat. Ettől óvaintunk mindenkit az ilyen típusú viselkedéstől, minden közlekedőt. A korlátozó intézkedések meghosszabbításával január 11-ig a Miskolci Nemzeti Színház is zárva marad.
A társulat viszont nem pihen, több meglepetéssel is készülnek a közönségnek. Az egyik például a Producerek című új darab, amit már el is kezdtek próbálni. Üres a nézőtér, a székeken fehér lepel. Egy hónapja már, hogy nem ültek miskolciak a nézőtéren, és ez így marad már január 11-ig biztosan. A színpadon viszont nagy a sürgés forgás, a társulat már a Producerek második felvonását próbálja. Bocsánat, most mennem kell, Ulla vár mindjárt 11 óra. Drámai dallamok, Max éppen a cellájában búslakodik. Egy világhírű film és a belőle készült Broadway darab próbái tartanak a Miskolci Nemzeti Nagy Színházában. Mel Brooks Producerek című alkotása eredetileg nem szerepelt az évadtervben, de a járványhelyzet és a sors úgy hozta, hogy ez lehet a következő premier. Az elmúlt évek zenés darabjaihoz képest ez egy kicsit vidámabb, vagy jóval vidámabb, de ez kell a pandémia utáni időszakra, hogy a nagy levegővételhez egy jót kacaghassunk a színházban. Max a sikertelen producer és forgatókönyvíró karrierje zsákutcába jut. Ifjú könyvelője, Leo Blum viszont segítségére siet egy remek ötlettel. A tökéletes terv segítségével pillanatok alatt meggazdagszanak. Színházi darabot készítenek, de jó drágán. Ha ugyanis több pénzt szednek össze egy darabhoz, mint amennyi a bemutatáshoz szükséges, akkor úgy járnak a legjobban, ha a darab megbukik, mert azzal még nagyobb summát keresnek, mintha siker lenne. A terv tökéletes, megvan a megfelelő főhős is, de az élet, ahogy szokott, közbeszól, és a siker sokkal nagyobb, mint azt valaha is álmodni merték volna. A két ügyeskedő producer pedig bajba kerül. Mel Brooks mesterműve pedig sokkal többet mutat, mint egy végtelenül szórakoztató musical. Én azért szeretem, mert érződik, hogy ez egy színésznek a munkája, ez egy színész írta saját magának, úgyhogy utol lehet érni benne a raffinériát, azt, hogy nagyon érti, tehát a technikai dolgait énekben, meg prózában mindent, tehát a váltások, a poentírozás, minden nagyon okosan, nagyon raffináltan van felépítve. A darab rendezője, a Miskolci Teátrum igazgatója, Béres Attila azt mondta, hogy a hatalmas bizonytalanságban nagyon nehéz tervezni, de mégis szükséges. A jelenlegi intézkedések miatt január 11-ig biztosan zárva tart a színház, de még az utána következő időszak is bizonytalan, ők viszont mindenre készülnek. A tervek szerint az interneten élőben közvetítik, vagyis streamelik majd az előadásokat. Vagy régebbi előadásainkat közvetítjük majd egy felületen, illetve szeretnénk a sikerelőadásainkat, amiből nem játszottunk eleget, élőben közvetíteni a nézőknek. Ez már majdnem úgymond színházi élmény nyújt, ez azt jelenti, valóban ott este 7-kor kezdik el játszani élőben az előadást a színészek. Közben pedig elkezdődött a következő évad tervezése is. A szeptemberben induló színházi szezon reménnyel és bizalommal készül. Azt mondják, olyan lesz, mint a koronavírus előtti időkben. 14 bemutatóval és újra bérlettel. A Nyitra csapatától érkező Geri Gergely lett a DVTK labdarúgó csapatának új vezetőedzője, miután a klubvezetés a Ferencváros elleni hazai találkozót követően leváltotta Feckó Tamást. Bencés Miklós sportigazgató a klub honlapja szerint úgy fogalmazott, nem volt más választásuk az eredmények javítására. Az NB1 utolsó előtti helyén álló miskolci együttes szakmai munkáját ezentúl a 43 esztendős felvidéki szakember irányítja. Geri Gergely az elmúlt hétvégén távozott a szlovák élvonal 7. helyén álló Nyitra kispadjáról. Diós Győrben pedig a felesleges beszéd helyett kemény munkát ígér. Geri Gergely munkáját a korábbi Diós Győr játékos Rubint Richard segíti majd. Az új vezetőedző vasárnap az MTK otthonában esedékes bajnoki mutatkozik majd be a diósgyőri kispadon. A 18 órai híradó után kezdődik a sportpercek. Heti összefoglalónkban szó lesz a DVTK FTC labdarúgó bajnokiról, a Jegesmedvék Kassa elleni kudarcáról, a Miskolc Szentes vízilabda mérkőzésről,
és ellátogatunk az országos bajnokságra készülő Stankovics Annához. A Diósgyőr argentin középpályásával, Augusto Maxal pedig a nemrégiben elhunyt futballzsenire, Diego Maradonára emlékezünk. He was big hero. Diego Armando Maradona egy nagy hős volt. Argentínában mindenkinek a hőse. Nem csak azoknak, akik szeretik a focit. Szó szerint mindenkinek. Nagyon nagy játékos és ember volt, mert lentről jött, a földről indult és eljutott az égig. Ezért is számít ő óriási embernek. Csapadékos időt hoz a hét közepe, az időjárásról további részleteket a híradó után hallhatnak. Friss hírekkel pedig szerdán jelentkezünk legközelebb. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Látogassanak el honlapunkra, riportjainkat újra nézhetik a minap.hu-n, és kövessék Facebook oldalunkat is, ahol további friss Miskolc információkat találnak. További szép estét és jó tévézést kívánok! Viszontlátásra!